koszorúkkal emlékeztek a munkabalesetek áldozataira Pécsen. Az ezt követő találkozón pedig különböző adatokat is megismerhettek a résztvevők, melyek a munkavégzéshez kötődnek. A konferencián a Foglalkozás Egészségügyi Központ vezető főorvosa ismertette a sokszor meglepő számadatokat. Dr. Tibor Antal elmondta, hogy évente 22-23 ezer baleset történik országszerte, és körülbelül 80 fő veszti életét munkavégzés közben. A 2020-as évben azonban megváltoztak a számok, 10 ezerrel kevesebb baleset és fele annyi halálos eset történt. Sajnos a trendek azt mutatják, hogy nem arról van szó, hogy nekiálltunk hirtelen jobban dolgozni, hanem ez igazából a Covid-nak egy mondhatni üdvös következménye, hiszen amikor leállt az ország, ugye nagy lezárásokra, karanténra mindenki emlékszik, akkor gyakorlatilag azok a szektorok sem dolgoztak, ahonnan a munkabalesetek többsége kikerül. A legtöbb baleset egyébként a gép, illetve a feldolgozóiparban történik. Ez a helyi sajátosságok és a különböző munkabiztonsági okok miatt fordul elő többször ezeken a területeken, mondja a szakember. De a legtöbb halálos baleset az évről évre az építőiparban történik. Gondolom ezt nem kell magyarázni, azért elég sokan, akik esetleg már építkeztünk, azok tudjuk, hogy ott azért elég sok baleset veszélyes tevékenység, gödrök ásása, betonozás, anyagmozgatás, állványon való munkavégzés történik. A jelen törvényi szabályozás, az intézményrendszer, valamint a magyar hozzáállás a jogszabályokhoz és törvényekhez eredményezik ezeket a számokat, véli a vezető főorvos. Emellett pedig az is megállapítható, hogy a kisebb vállalkozásoknál jóval magasabb például a halálos balesetek aránya, míg az 500 vagy több főt foglalkoztatóknál szinte elenyésző a súlyos esetek száma.